emlékeztek a rákjárásra, meg a rák tesi órát? Most ha a rákot megijesztjük egy kicsit, látjátok, hátrafelé úsz. A Felsőtárkányi Erdei Iskolában még a rákokkal is megismerkedhettek testközelből a kisdiákok. A Bükki Nemzeti Park igazgatóságának munkatársai 2 nap alatt 4 állomáson látták el a diákokat hasznosabbnál hasznosabb információkkal. Egyebek mellett megismerkedhettek a pókokkal, a halakkal, sőt még a ragadozó madarakkal is. A program szervezői szerint nem lehet elég korán elkezdeni az élőlények tiszteletére való nevelést. Mindig vannak visszatérők, visszatérő iskolás és óvodás, olyan óvodák, akik folyamatosan hozzák minden évben a gyerekeket. Mindig nagy az érdeklődés, hál' Istennek jó együtt tudunk működni a helyi pedagógusokkal, és azt látjuk, hogy lelkesek a gyerekek. Tehát az élő állattal való találkozás az mindig élmény számukra. A résztvevő diákok nagyon élvezték a programokat. Egyikük például a rovarok és bogarak nagy rajongója. Én Szülőcskében születtem egy nagyon szép tájon, és a szüleim már nagyon sok éve arra tanítanak, hogy milyen jó a természet, és hogy milyen érdekes élőlények élnek benne. Ezt úgy hívják, hogy lép, és a lépbe szépen egyenként belerakják a nektárt, és utána átalakítják, és méz lesz belőle. A Bervavölgyi óvoda egyik csoportszobájában a méhekről és a méz készítéséről tudtak meg érdekességeket az apróságok. Az intézményben ugyanis, szintén az Állatok Világnapja alkalmából, különböző programokkal várták a felsővárosi ovisokat. Az állatok mozgását is utánozhatták a kicsik a tornateremben, de legjobban a rendőrkutyás bemutató tetszett a gyerekeknek, melynek során hasznos információkkal is gazdagodtak. Amikor bemutatta a kutyus, hogy kapja el a bűnözőket, és ilyet még sosem nem láttam. A programot szervező óvoda vezetője szerint fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb megtanulják azt, hogy felelősséggel tartoznak az állatokért. Az a tapasztalat, hogy nagyon sok kisgyermeknek van otthon állata, tehát napi kapcsolatban vannak, viszont nagyon sok olyan kisgyermek van, aki még csak álmodik arról, hogy egy kis állat legyen a környezetében. Tudjuk azt, hogy az állatok milyen jó hatással vannak a gyerekekre, a gyermekek lelkivilágára, de ugyanakkor ezen a napon mi most azt szerettük volna érzékeltetni, hogy az állatok az emberek életében miért nagyon fontosak. Tehát nem csak azért, hogy tartsuk őket otthon és simogathassuk, hanem azért, hogy ahogy az állatok felelősséggel vannak irántunk, ugyanúgy nekünk is szükséges felelősséggel lenni irántuk. Egyébként a Bervavölgyi Ovi már 1997 óta zöld óvoda, azóta különös figyelmet fordítanak az Állatok Világnapjára.